Sziasztok! Egy egyszerűen elkészíthető fácánfalunk infavariáns megkötését szeretném bemutatni. A hulló, amit ehhez használok, az egy 14-es méretű, keddis típusú infás hulló, aminek a végére ráhúztam egy metallic blue, vagyis fém kék színű 3 mm átmérő tungsten golyót. Befogjuk a holgot a satúba. Infa megkötését az oltest kialakításával kezdem, amihez egy fekete színű unisztes típusú testszénát használok. Ezt a fej után néhány tekeréssel rögzítem, levágom a fölösleges célna véget. Ezután rögzítem a bordázatot, amihez két típusút használok. Egy DBV small méretű acélos drótot és egy Hens típusú holográfik kék színű lapos műanyag szálat. Először rögzítjük a fémbordázatot. Holokszálon egészen a holokszál közepéig, innen visszaviszem a testszénát a fej irányába, kialakítunk egy enyhén kónuszos formát. Utána kialakítjuk az oltestet, rögzítjük a kötöző cérnát a fej után, ami az egy 14x0-as méretű olívzöld kötöző cérnát használok. Ezt a fej után néhány tekeréssel szintén rögzítjük, majd ezzel rögzítjük a testcérnát. Rögzítés után fölösleges cérna véget és a testcérnát tőben levágjuk. Visszük a kötöző cérnát egészen a hologöbül közepéig. Következik a kék színű bordázat rögzítése. Ezt a holog másik oldalán néhány tekeréssel szintén rögzítjük egészen a hologöbből közepéig. Ezután következik a testanyag rögzítése, amihez fekete színű fácánfaloktól szegmeseit használom. Leválasztunk a tollgerincről 3-4 szál szegmenset, oldalulányba kihúzzuk, úgyhogy ezek végig egyforma hosszúságba kerülnek, majd összefog ezeket a tollgerincről leszakítjuk. Ezeket ráhelyezzük a holokszál tetejére. A hologöbből közepén majd 2-3 tekeréssel rögzítjük, ezután beállítjuk a megfelelő hosszat. Akkor ezzel meg vagyunk, megemeljük a szegmenseket, kötöző cérnával előre megyünk a fej után 2-3 mm-ig. Következik a test kialakítása, már rögzített fácánfalok tor szegmenseit. Elkezdjük feltekerni az altest körül,
egészen a fej utánig, 2-3 mm-re. Ezeket itt kötözőcén a segítségével rögzítjük néhány tekeréssel, fölösleges szegmens végeket tőben levágjuk. Következik a kék színű bordázat feltekerése. Ezt elkezdjük feltekerni a test körül, úgy, hogy a feltekerendő étegek testanyag feltekerésének irányába tesszük, egészen a fej utáni részig, itt ezt 2-3 tekeréssel szintén rögzítjük, levágjuk a megmaradt fölösleges darabkát, amit már nem használunk többet. Ezután következik a fémbordázat feltekerése. Ezt elkezdjük feltekerni. Bordázat és a test anyagának feltekerésének ellenkező irányába. Úgyhogy a feltekerendő rétegek párhuzamosan egyenlő távolságra kerüljenek egymásra. Ezt a fej után 2-3 tekeréssel szintén rögzítjük. Rögzítés után tőben levágjuk. Aztán következik az úgymond gallér, amihez kék színű CDC túlszegmenseit használom, veszünk 3-4 szál szegmenset, leszakítjuk a tolgerincről, majd ezeket a fej alatt, annak tövénél 2-3 tekeréssel rögzítjük. Végeket levágjuk. Miután ezekkel megvagyunk, ezzel megvagyunk, következik a úgymond spot rész kialakítása, amihez néhány szál csillogó, liláskékes dubbingot használunk, ebből egy nagyon keveset rásodunk a kötöző célnára. Majd feltekerjük a fej után, úgyhogy egy még 2-3 mm vagy 1-2 mm-es rész szabadon maradjon. Ezután következik a newser dubbing rögzítése, tehát a gallér következő része. Ebből veszünk néhány szálat, ezt enyhe sodrással rásodorjuk szintén a kötöző célnára, majd ezt a felsodort newser dubbingot végkötő segítségével feltekerjük fej után, egyúttal kialakítjuk a végkötést, ezután kézzel kissé a bort meghúzzuk, levágjuk a kötöző célnát, és kész is van a legyünk. Jó szórakozás az elkészítéséhez. Sziasztok!